Köszöntöm nézőinket! A Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájával együttműködve interjú sorozatot indít Szakma Horizont címmel. Beszélgetéseink alkalmával az iskolai igazgatóit kérdezem olyan témákról, mint például a felnőttek szakmai oktatása, a nappali képzések, vagy éppen a duális képzés. A Szegedi Szakképzési Centrum jelenleg 10 iskolával, 20 telephelyel és egy önálló vizsgaközponttal rendelkezik, így a délalföldi régió legjelentősebb szakképzési centruma. 21 ágazatban 75 szakmára készítik fel a tanulókat. Fő céljuk pedig, hogy minél többen szerezzenek szakmát. Ma a Szegedi SC József Attila Általános Iskola és Szakképzőiskola igazgatónőjével, Nemes Nagy Katalin Erikával, illetve a Szegedi SC Krúdi Gyula Szakképzőiskola igazgatójával Elek Sándorral beszélgetek. Mai témánk a felnőttek szakmai oktatása. Köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kérlek első körben mutassátok be az iskolátok profiát. Erika. A Szegedi SC József Attila Általános Iskola és Iskola a régiónak az egyik legszélesebb körű képzési lehetőségeivel várja az érdeklődő fiatalokat és felnőtteket egyaránt. Iskolánkban általános iskola felső tagozatos oktatás történik, nappali tagozaton, illetve a megye szinten egyedülállóan felnőttek számára is. Ez felső tagozatot jelent, tehát 5. osztálytól 8. osztályig van lehetőség arra, hogy általános iskolai végzettséget szerezzenek nálunk a tanulók. Emellett a 15 évet betöltött, de általános iskolai végzettsége még nem rendelkező fiataloknak tudunk segítséget nyújtani abban, hogy a lemaradásaikat pótolják, ezt a programot dobbantó programnak nevezik, ez nem a klasszikus tantárgyi oktatást jelenti, hanem projekteken keresztül személyre szabottan tudnak felzárkózni, és a dobbantó programot elvégezve át tudnak lépni a műhelyiskolai képzésbe. Műhelyiskolában piacképes részszakmák közül választhatnak. Itt a képzési idő is rugalmas, az egész képzési típus rugalmas, ez a nem nagy rugalmas tanulási utak, és egy piacképes részszakmai végzettséget tudnak szerezni, és emellett szerzik meg az alapfokú iskolai végzettséget is. Hagyományos szakképző iskolai képzésekkel is foglalkozunk, ez egyébként az iskolának a fő profilja. Itt három éves képzésekben lehet szakmákat szerezni, összesen ötféle ágazat közül tudnak választani a fiatalok a sajátos nevelési igényű tanulók számára szakiskolai képzéseket és készségfejlesztő iskolai képzéseket kínálunk. A tavalyi évben ö, bővült a képzési kínálatunk a technikumi képzésekkel, és itt jelenleg három szakma közül tudnak választani. Sándor, nálatok mi a helyzet a Krúdiban? a Szegedi Szakkérdés Centrum Kludizsra Szakképző Iskola nagyon sokáig a, a vendéglátással fonódott össze. Az utóbbi időben viszont nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a köztudatba megjelenjen, hogy valójában ennél sokkal többek vagyunk. A vendéglátás mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az iskolánkba a turisztika. Másik ágazatunk a kereskedelem, amelynek keretében jelenleg technikumi képzésbe kereskedés webáruház technikus végzettség megszerzésére van jelent, lehetőség a hozzánk jelentkezők számára. Viszonylag sok utat biztosítunk a hozzánk érkezőknek, hiszen lehetőség van három év alatt szakmát szerezni, vagy lehetőség van arra is, hogy egy öt éves képzésbe bekapcsolódva érettségit és szakmát szerezzenek, és ki kell emelnünk azt is, hogy arra is biztosítunk lehetőséget, hogy nyelvi előkészítő osztályainkba érkezők akár ö, ö, különösebb nyelvi előképzettség nélkül, itt ö, francia vagy angol nyelven olyan alapokat szerezzenek meg, amely később a jövőben a szakmájuk sikeres, szakmájukban való sikeres elhelyezkedésbe is segítséget nyújthatnak. Milyen szakmákat kínáltok a felnőttek számára, Erika? Szakképzőiskolai képzésekben, tehát ide alapfokú iskolai végzettséggel is be lehet csatlakozni. fa és bútoripari ágazatban asztalos és kárpitos képzést kínálunk. Ez egy nagyon-nagyon népszerű szakma az utóbbi időben. A nyár folyamán már sokszor várólista alakul ki, tehát nagyon-nagyon igyekezni kell a jelentkezéssel. A szociális ágazatban gyakorlatilag a régió egyik legjelentősebb képzőközpontjává váltunk az utóbbi 3-4 évben. Itt szociális ápoló és gondozó szakmát, illetve gyermek- és ifjúsági felügyelő szakmát lehet tanulni. Másik ilyen nagyon-nagyon népszerű képzésünk a divatszabó képzés. A divatszabó képzésnek két szakma irányát is lehet az iskolánkban tanulni, ezeket duális képzés keretében elsősorban, a női szabó és a férfi szabó szakma irányt. Emellett a kertész és a gazda képzést tudjuk kínálni az érdeklődők számára a mezőgazdaság és erdészet ágazatból. A technikumi képzésekben már érettségizett felnőtteket várunk, itt is a szociális ágazatban két szakma közül lehet választani. Ezek a szociális és mentálhigiénés szakgondozó, illetve a szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens. A kreatív ágazatban is van egy technikumi képzésünk, ez a divatjelmezés díszlettervező képzés. Ez B7 szeptemberben először fog indulni iskolánkban. Említetted a duális képzést. Kifejtenéd bővebben, hogy ez mit jelent? Természetesen. A, a gyakorlati és az elméleti rész már nem válik ö, külön úgy, mint a korábbi években a szakképzésben, hanem projekteken keresztül történik a, az oktatás, és ezeket a projekteket ö, gyakorlati képzőhelyen, tehát külső partnereknél, vállalatoknál, egyéni vállalkozóknál is teljesíthetik a, a tanulók is, és a felnőttek is, ugye mind a két fél számára nyitott ez a lehetőség. Ebben az esetben a felnőttekre vonatkozóan ők ugye szakképzési munkaszerződést tudnak kötni, ehhez kapcsolódik egy szakképzési munkabérjuttatás is. Itt a partner, a duális partner és az iskola közösen dolgozza ki azt, hogy mi a, a képzéshez kapcsolódó elvárás, mi a, a közös az értékelés is, közös a felelősség abban, hogy a vizsga sikeres legyen. És nagyon nagy előnye egyébként a duális képzésnek az, hogy egy valódi vállalati környezetben felkészülve a munkaerőpiaci elvárásokra tud már a képzés során is uh, uh, trenírozódni a, a, résztvevő. Sándor, nálatok milyen szakmák fognak indulni most a nyáron? Alapvetően két ágazatban indítunk uh, képzéseket. Uh, az egyik ágazat az a keresklem ágazat. Itt, itt jelenleg uh, nappali rendszerbe csak uh, technikumi rendszerre van lehetőség jelentkezni, mégpedig uh, kereskedő és webáruház technikus szakmára. Turizmus vendéglátás ágazaton belül már sokkal szélesebb lehetőségek vannak. Itt van lehetőség három éves szakképzésre jelentkezni. Három éves szakképzés keretében szerezhetnek szakács, cukrász vagy vendégtéri szakember végzettséget, vagy választhatják a technikumi vonalat. A technikumi vonalon pedig van lehetőség szakács, vendégtéri szaktechnikus és cukrász szaktechnikus, ha pedig a turisztika iránt érdeklődik a hozzánk jelentkező, akkor pedig idegenvezető, vagy pedig turizmus szervező végzettséget szerezni. Jól gondolom, hogy a média sokat segít nektek, hogy ezeket a népszerű vendéglátós szakmákat gyorsan be tudjátok tölteni, hiszen számos főzőműsor, főzős vetélkedőt látni most a televízióban. Nagyon jól gondolod. Az utóbbi időben valóban azt kell mondani, hogy a vendéglátós szakmák trendivé váltak ezeknek a műsoroknak köszönhetően megnőtt az érdeklődés a cukrász, a szakács, vagy akár a szakma iránt, és igyekszünk ki is használni a médiata lehetőségeket. Nekünk is van olyan volt tanulónk, aki eredményesen szerepelt ilyen főzős műsorba, meg is hívtuk magunkhoz, egy workshop keretében bemutatta a jelenlegi tanulóinknak és partnereinknek, hogy mit is tanult azóta, mióta tőlünk elmet, és mi az, amit tőlünk kapott. Tehát ezek egy, ez egy nagyon jó lehetőség. Kétségtelen, hogy ö, nagyon sokan nem is feltétlenül azért választják a képzéseinket, hogy ö, ebbe helyezkedjenek el, hanem egyszerűen csak szeretnének egy kicsit ö, jobban, akár hobbi szinten elmérni a cukrászatba. Jelenlegi helyzet egyre inkább ö, igényli is a képzett szakembereket. Ö, ha nyitott szemmel járunk, látjuk, hogy sorra nyílnak azok a vendéglátó egységek, akár Szeged városában is, vagy bárhol más az országba, ahol már nem csak a hagyományos vendéglátás, hanem valami pluszt akarnak nyújtani. Itt pedig képzett szakemberekre van szükség. Mi ennek az elvárásnak próbálunk megfelelni. Erika, mit is jelent az, hogy intenzív képzés? Az intenzív képzéseknél a képzési idő az legalább a felére rövidül, ennek következtében azért a heti óra szám is ugye magasabb. Főként olyan emberek tudnak ilyen intenzív képzésben részt venni, akiknek belefér az, hogy hetente akár négy napot is a tanulással töltsenek. Így viszont akár tíz hónap alatt egy teljes értékű szakmai végzettséghez tudnak jutni. Főként egyébként kisgyermeket nevelők, munkanélküliek számára nyújthat ez egy nagyon-nagyon jó lehetőséget. Emellett egyébként gyakran a saját dolgozóikat képzik így a, a cégek, tehát intenzív képzés formájában. Meséljetek nekem egy kicsit arról, hogy kiknek ajánljátok ezeket a szakmákat? Az eddigi tapasztalataink alapján nagyon-nagyon sokféle okból, elképzeléssel, vágyakkal érkeznek hozzánk a, a tanulók is, és a felnőttek is. Nagyon sokan jönnek egyébként most már érettségi után nappali képzésekre. Itt ugye két évre rövidül akkor a képzési idő számukra. Főleg a divat szabó képzésünk, ami, ami nagyon népszerű ezeknek a fiataloknak a számára. Nagyon szeretik a divat világát, itt szeretnének karriert kialakítani. A szociális ágazatban elsősorban olyanok jönnek, akik, akik válnak mondjuk az idős szülők gondozása tekintetében, vagy esetleg ezt a karriert szeretnék, vagy a házi beteg ápolásban szeretnének elhelyezkedni. A gyermek és ifjúsági felügyelő is egy nagyon, nagyon népszerű szakma az utóbbi időben, itt főként a gyermekvédelmi, gondoskodásban ö, élő gyerekekkel való foglalkozást foglalja magában maga ez a szakma, és sokan jönnek ö, olyan felnőttek jelentkezők, akik, akik ezen a területen szeretnének foglalkozni, mert mondjuk van valami személyes tapasztalatuk kötődésük. A kétkezi szakmákra, például az asztalos és a kárpitos, főleg olyan, olyan emberek jönnek, akik nem feltétlenül ezt a szakmát szeretnék űzni, hanem hanem a Covid időszak alatt jelentősebbi váltam az életükben az, hogy otthon egy kicsit felújítsák a lakásukat, barkácsoljanak, szépítsék, újra húzatolják a, a kis otthoni, otthoni bútoraikat. De van a, a jelentkezőknek, részvevőknek egy jelentős része, aki ebben a szakmával akar elhelyezkedni, és saját vállalkozást szeretne indítani a későbbiekben, és hát azt látjuk, hogy a nálunk végzetteknek egy jelentős része, aztán saját vállalkozást indít, és és megjelenik gyakorlatilag így vállalkozóként a munkaerőpiacon. Mondjunk egy példát, mondjuk, hogyha valaki asztalos szeretne lenni, akkor akár nulla előképzettséggel is jelentkezhet hozzátok, vagy azért valamilyen szakmai tapasztalattal azért rendelkeznie kell? Hát egy nyolcadikos bizonyítvány rendelkeznie kell, illetve mint minden szakmánál van egy orvosi alkalmassági vizsgálat, de ezen kívül gyakorlatilag egy alapkézügyességre azért természetesen szükség van. De teljesen nulláról kezdve is el lehet jutni két év alatt odáig, hogy egy jó tudású szakemberré váljon az ember. Sándor, ezeket a szakmákat, amiket nálatok lehet tanulni, ezt munka mellett, vagy egyetem mellett is el lehet sajátítani? Vannak rugalmas tanulási lehetőségek? Igyekszünk megteremteni azokat a feltételeket, hogy akár munka vagy egyetem mellett is lehessen szakmát szerezni, hiszen például felnőtt oktatás keretében indítunk egyéves szakács, cukrász és vendégtéri szakemberképzést is. Itt gyakran bekapcsolódnak olyanok is a képzésben, akik, mint az előbb is elhangzott, akár hobbi szinten akarnak foglalkozni ezzel a szakmával. Úgy tudjuk megoldani, hogy egy év alatt szakmát szerezzen, hogy vagy előzetes tudásbeszámítás, vagy egy előzetes szint felmérést alkalmazunk. Kétségtelen, hogy komoly logisztikát igényel a család és az egyén részéről, hogy munka mellett végezze a szakmát, de úgy gondolom, hogy megoldható, és igyekszünk megteremteni ennek a feltételét, és mindenképpen ugye támogatni ezeket a utakat is. Azt is tudni kell, hogy sokszor cégek keresnek meg minket, akik a saját alkalmazottaikat igyekeznek ugye hozzánk beiskolázni, és ők ugye egyértelműen munka mellett kell, hogy esetleg a megszerezzék az újabb szakmát, és itt kell azt kiemsúlyozni, hogy a két szakma megszerzésére ugye ingyenesen van lehetőség, és a régi rendszerben megszerzett úgynevezett és OK szakmák ugye nem számítanak, tehát nagyon sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, hogy egy újabb szakmát szerezzenek, hogy esetleg így több lábon állva biztosítsák a saját megélhetésük feltételeit. Ennek nagyon örülök, hogy elmondtad, hogy ingyenesen lehet jelentkezni ezekre a szakmákra. Ezt én is meg akartam tőletek kérdezni, hogy valam, van-e valamilyen költsége, de beszéljünk arról, hogy milyen feltételei vannak a jelentkezésnek. Erika. A jelentkezési lapot kell kitölteni és igazolni azt, hogy a megfelelő alapfokú vagy érettségi végzettséggel rendelkezik a az adott jelentkező, illetve nyilatkozni kell arról, hogy a korábban megszerzett vége, végzettségei azok UKI rendszerűek vagy szakmai edzék rendszerűek. Én annyiban egészíteném ki a Sándor által elmondottakat, hogy a második szakma esetében ugye a vizsgáért már fizetni kell, de ez nem egy akkora jelentős összeg, illetve a szakmai képzést is egy, egyet el lehet, ez a, a klasszikus tanfolyami képzést ingyenesen végezni. Tehát két szakmai képzés és egy szakmai képzés lehet ingyenesen elvégezni ti esetetekben hol és hogyan lehet jelentkezni? Többféle jelentkezési mód van. Az iskola honlapján keresztül a jelentkezési érdeklődési szándékot lehet jelezni. Ez egy online űrlap kitöltésével néhány adat megadásával. Hogyha ezt a jelentkezési formát választja az érdeklődő, akkor a kollégák felveszik vele a kapcsolatot, vagy e-mail, vagy telefonos formában, és akkor a továbbiakkal kapcsolatban tudják tájékoztatni. Egyébként egy jelentkezési lapot töltenek ki az iskolában, és amikor majd a szakmai képzés elindul, akkor történik meg gyakorlatilag a beiratkozás, az általában augusztus közepétől szokott indulni a felnőttek munka mellett végezhető oktatásában a nappali képzéseknél ez általában már június vége. Van lehetőség jelentkezni egyébként a Szegedi Szakképzési Centrumnak a holnapján is, itt az összes iskola képzési kínálata elérhető, ki lehet választani azt is, hogy melyik iskolában szeretné az adott képzést választani a, az érdeklődő, de megjelölheti magát akár a Szabadi Szakképzési Centrumot is. Tehát akkor most nyáron lehet jelentkezni, és magák a, maguk a, a szakmák pedig szeptembertől indulnak. Igen, jelentkezni egyébként már most is érdemes, mert vannak nagyon-nagyon népszerű szakmák, amik nagyon gyorsan betelnek nálatok is hasonlóan zajlik a jelentkezés? Maga a jelentkezés, mert igen hasonló, ugye hozzánk is lehet jelentkezni akár az iskola holnapján keresztül, elektronikus formában, ahol a kollégák majd felveszik a kapcsolatot a jelentkezővel, be lehet személyesen fáradni, és akár lehet kérdezni, tehát szívesen várom bárkit, aki esetleg közvetlenül szeretne benyomást szerezni. Annyit el kell mondanom, hogy ugye vannak ugye olyan képzéseink, amelynek alapfeltétele az érettségi, ilyen például a szakács szaktechnikus, -szak -szak a cukrász szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus és a kereskedelmi webáruház technikus képzés érettségi után is lehet jönni, és akkor két év alatt lehet szakmát szerezni. Vannak olyan képzéseink, ahol előfeltétel, hogy legyen valami végzettség, viszont ennek ugye beszámításával egy intenzív képzés keretében ugye gyakorlatilag egy év alatt lehet egy újabb szakmát szerezni, és van arra is lehetőség, hogy gyakorlatilag érettségi nélkül jelentkezzen valaki, és akkor a már előbb említett ugye egyéves rendszerbe, ugye szakás, cukrás, vagy esetleg vendégtéri szakember válhat belőle. Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy hány éves kortól lehet jelentkezni? A felnőttek oktatásában a minimális belépési korhatár az 16 év, nappali tagozaton 25 éves koráig tud tanulni a, a tanuló. Egyébként a, a felnőttek oktatásában felső korhatár nincsen. Köszönöm szépen az iskolák bemutatkozóit! Számos információval lettünk gazdagabbak. Akik jelentkezni szeretnének, keressék fel az iskolák honlapját, vagy látogassanak el a www.szakképzésszeget.hu weboldalra. Kövessék be a szegedi szakképzési centrum Facebook, illetve Youtube csatornáját, ahol a további iskoláink bemutatkozó videóit is megtekinthetik. Köszönjük a figyelmüket!